Köszöntök minden kedves hallgatót, Csesznák Anikó vagyok. Ma olyan világokat ismerhetünk meg, ahol a számunkra megszokott dolgok félelmet kelthetnek, ahol a közös játék vagy beszélgetés helyett a bezárkózás ad megnyugvást, ahol a fények, a hangok, a túl sok impulzus rémisztő lehet, viszont ahol még képesek elveszni a részletekben és meglátni az apró csodákat. Kővári Edith, az Autisták Országos Szövetségének elnöke a vendégem, aki kiválóan ismeri ezeket a világokat, és akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Edith. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Nem csak, hogy ismered, hanem az autista emberek és családtagjaik érdekeit is képviseled. Most már hány éve is vagy a szövetség élén? Azt hiszem, most már a tizedik évet kezdem el a szövetség életében, és nem mellesleg van egy 18 éves autista gyermekem is. Ez indított el ezek szerint ezen az úton? Igazából, amikor a marci öt éves volt, akkor is azt láttam már, hogy nem fognak maguktól megoldódni dolgok körülöttünk, és először a saját lakókörnyezetemben éreztem úgy, hogy tennem kell valamit, aztán hosszú út, de idáig vezetett, igen. Ez a saját lakókörnyezet, ez Nógrád megyes algó tarján. Mit jelentett egyébként akkor, amikor te megkaptad ezt a diagnózist, és egyértelműen volt, hogy mivel állsz szembe, milyen ö, hiányosságok voltak, amiket meg kellett oldani akár ott helyben, szervezeti szinten. Igazából ö, először is megkönnyebbülés volt, hogy ö, végre volt egy konkrét, ö, megfogható diagnózis, ami mentén nem csak találgatások, ö, útján tudtam tájékozódni, próbálkozni, hanem, hanem, lett egy utunk, egy nagyon határozottan kijelölt utunk, hogy mi az, amit meg kell tanulni, mi az, amitől az én gyermekemet jobban megérteném, mert talán a legnehezebb a szülőnek az az, hogy értse, hogy mitől nem működnek azok a megszokott stratégiák, amik, amik mondjuk a másik nagyobb gyermekemnél működtek. És amikor ezt megértettem, megkaptuk a diagnózist, elkezdtem tanulni, megértettem, akkor megértettem azt is, hogy nincsenek olyan szolgáltatások, amiben az én gyerekemnek lehet jövője. Nincsenek olyan szolgáltatások, ahol majd őt fogják érteni, ahol ő majd jól érezheti magát. Illetve hát azért abban az időszakban elég erősen az is kérdés volt, hogy milyen lesz a mi életünk, az ő felnőttkora. Ugye akkor. Egy speciális iskolába járt a Marci, mai napig is odajár. Ott értették az ő autizmusát, és boldogan telhettek a, a mindennapjai, de hát az iskolában az életünknek a egy negyedét, harmadát töltjük, és utána pedig jövőképet kerestünk. Hát ez indított el azon az úton, hogy először Salgótarjánban kerestem szülőtársakat, és ahogyan... Találkoztam azokkal a családokkal, akiknek a gyermekeim már nagyok voltak, vagy esetleg már kimaradtak az iskolából. Azt láttam, hogy ezek óriási hiányok. Azt éreztem, azt is láttam, hogy nem mindenki tud egyformán megküzdeni ezzel a feladattal. Nem csak azzal, hogy, hogy az ő gyermeke másként működik, hanem azzal, hogy utakat taposson, hogy létrejöjjenek olyan helyek, ahol ők szeretnek majd lenni, ahol nekik is lehetnek barátaik, értelmes, boldog mindennapjaik. És úgy éreztem, hogy, hogy nem csak magunkért, hanem, hanem mindenkiért tenni kellene valamit. És amikor elindultam ezen az az úton, akkor azt láttam, hogy országosan is óriási hiányok vannak, nem csak ott, ahol ö, mi élünk, persze senki számára nem igaz, bárhol is lakjon, hogy megállapítjuk, hogy máshol sincsen elegendő ilyen szolgáltatás. De hát országos szinten a szövetség keretén belül azért vannak erre vonatkozólag olyan lépések és próbálkozások, amelyek ezeket az űr, űröket, ezeket a hiányokat próbálják meg megszüntetni és megoldást találni. Viszont már szerintem ott kezdődik a, a kérdés, és jó is, hogy utaltál erre, hogy számodra, amikor kiderült, hogy Marci autista, akkor el kellett tenni egy időnek, amíg, amíg tudtad hová tenni ezt az egész dolgot, és szerintem ezzel a problémával nem csak azok a szülők találkoznak, akik megkapják ugyanúgy ezt a diagnózist, hanem azok is találkoznak ezzel a kérdéskörrel, akiknek nincsen a közvetlen környezetükben autizmussal élő ember, hogy mit is jelent az, hogy autizmus, hiszen egy olyan széleskörű Bát, genetikai problémáról vagy genetikai rendellenességről beszélgetünk, aminek rengeteg szegmense lehet, és nagyon-nagyon sok formában jelenhet meg. Ez így van. Én nem is nagyon szívesen emlékszem vissza az első évekre, amikor még talán diagnózisunk sem volt, és nem leszek álszent, én magam is. Azt éltem meg, amikor még nem tudtam a, a Marci autizmusáról, viszont nyilvánvaló volt, hogy ő is más, hogy nem úgy fejlődik, ahogyan a tipikus gyermekek szoktak. Teljesen mást me éltem meg egy játszótéren, szorongást, nem szívesen mentem le, úgy éreztem, hogy mindenki megbámul, úgy éreztem, hogy nem szívesen hagyják ott a Marci közelében játszani a kor kortás gyerekeket, ott, ahol én lakom volt egy nála, pár évvel idősebb, hát akkor kisgyermek, ma már fiatalember, aki akinek autizmus spektrum zavar diagnózisa van, de a spektrumnak teljesen másik részé helyezkedik el. Ő nem volt annyira más a kortársaitól, de például odajött és simán kivette a rágót a zsebemből, és láttam, hogy hogyan reagálnak erre más gyermekek szülei. Ez az időszak borzasztó nehéz volt. Én azt gondolom, hogy amikor amikor egy eltérő fejlődést látunk a gyermekeinknél, nekem azzal volt első körben a legnehezebb megküzdeni, hogy mit fognak rólunk gondolni az emberek. És sajnos ez be is jött, sajnos nyilván nem azért gondolkoztam ezen, mert ez egy teljesen valótlan dolog volt, mert féltem, hogy hogy fognak ránk nézni az utcán, hogy fogok tudni bizonyos helyzetekben reagálni, vagy válaszokat adni. Nagyon érdekes volt, a, egyszer készült a Marci bátyával egy, egy interjú, autista testvérem címmel, ahol ő, nyolc évkor különbség van közöttük, ahol ő mesélte arról, hogy kamaszként, hogy figyelte meg az embereket, hogy amikor ő lement játszani, vagy az udvarra a Marcival, akkor hogy reagáltak az emberek, mikor közeledett hozzájuk. Szerintem ez az egyik legnehezebb része ennek az időszaknak, hogy meg kell tanulnunk, nem is tudom, milyen erre jó szó, nem szeretek ilyesmit használni, hogy küzdeni, de meg kellett tanulnunk azt, hogy ebben, a, ebben helyt kell állnunk, és szerintem a legtöbb, amit tehetünk magunkért és a gyermekeinkért, az az, hogy, hogy Kinyitjuk ezt az ajtót, és nyíltan beszélünk róla, mert hogyha nem segítünk az embereknek abban, hogy megismerjenek és megértsenek, akkor, akkor benne ragadhatunk ebbe a helyzetbe élet, élethosszígtartón, tartón és de említhetnék akár egy bolti bevásárlást, vagy egy orvosi rendelőben történő várakozást, és én abban az értelemben még nem is tartozok a legnehezebb élethelyzetű családok közé, hogy az én gyermekemnek a az autizmusa, vagy a, a társas kapcsolatok meg nem értése az abban mutatkozik meg, hogy ő mindenkit egyformán szeret, tehát ő nem különbözteti meg az embereket, és még erre is nagyon furcsán reagál a környezet, hogyha nem tudja, ha nem beszélek róla, hogy miről van szó, szóval különösen, ahogy egyre nagyobb és egyre erősebb, rémisztő lehet az embereknek, ha, hogy ilyen mondjuk ilyen hirtelen mozdulattal valaki bárhol az utcán megöleli őket amit ugye nem egy szok, szokványos szociális viselkedést. Viszont olyan érdekes, hogy erre utalsz, hogy ugye meg kell nyitni azokat a kapukat, és beszélni kell erről, és meg kell mutatni akár, hogy mit is jelent ez a spektrum, és milyen állomásai vannak, vagy milyen szegmensei vannak, milyen reakciók gyakorlatilag alakulhatnak ki, vagy milyen változások az ember életében, mert hogy ez generálhatja pontosan azt, hogyha van egy család, aki fél a társadalom különböző megítélése, Től, vagy azoktól a véleményektől, amire nincsen felkészülve, akkor ebből következhet az, hogy akkor nem megyek társas környezetbe, nem megyünk játszótérre, nem megyünk olyan helyre, ahol emberek közé megyünk. Tehát gyakorlatilag az ajtók mögött, a falak között marad ez a helyzet, amiről kell, hogy beszéljünk. Ez azért nagyon fontos. Nemrégiben pont ezt szerette volna megmutatni a kiállításunk áprilisban. Mert ez pontosan így van, ahogy mondod, hogy egyrészt, ha mi a közvetlen család nem tudunk megküzdeni ezzel, ez is eredményezheti ezt, de ennél azért nehezebb ez a képlet, mert az autizmus, ahogy szoktuk mondani, láthatatlan, az eltérő vagy furcsa viselkedés az, amit a a körülöttünk lévő emberek tapasztalhatnak, és hogyha ez a viselkedés már egészen extrémen eltér, vagy bizarr, vagy félelmetes, mert mondjuk túl hangos valaki, vagy túl hirtelenek a mozdulatai, vagy egyszerűen csak nem beszél, és nem tudunk mit kezdeni vele, hogy úgy közeledik hozzánk, és elveszítjük azt a stratégiánkat, amit mindenre használunk, hogy szóval megoldjuk, akkor, hogyha én nem tudok ebben fejlődni, akkor valóban azt az utat fogom választani, vagy hogyha túl sok negatív élményt szerzek, és nem tudok megküzdeni, nem vagyok jól, nem tudok megküzdeni ezekkel az élethelyzetekkel, akkor valóban kevesebbet fogok kimozdulni, viszont hogyha kevesebbet mozdulunk ki, akkor az én gyermekem fokozatosan el fog szokni a, a társas környezettől, és ez valóban nagyon-nagyon sok családban, főleg felnőtt korban, vagy ahogyan az idő halad előre, azt eredményezi, hogy valóban kizáródnak családok a társas létezésből, elveszítjük a barátainkat, elveszítjük a szűkebb környezetünket, és ha még kiemelhetem azt, hogy van, amikor ez lehet a mi döntésünk. De vannak olyan élethelyzetek, amikor nem, mert mi van, ha megbetegszik a gyermekünk, vagy ö, fájni fog a foga. Tehát nem tudjuk azt megúszni, hogy soha ne kelljen emberek közé mennünk és együttműködnünk ezekkel a, az adottságainkkal, és nagyon sok az auszban sajnos, nagyon sok olyan szomorú történettel találkozunk, amikor egy alapvető egészségügyi vizsgálatot nem sikerül megugrani. Mondjuk például egy altatánsos fogászatot, és csak akkor tud igénybe venni valaki, hogy hazaltatáshoz szükséges előzetes négy vizsgálatot végig csinálja, ami vérvételéken és nem tovább. Szóval azért, azért ezek nem nagyon összetett és nagyon messzire mutató ö, helyzetek. Igen, és nagyon sok helyre beszövődik gyakorlatilag, ahol megoldásokat kell találni, viszont ismételten visszatérve a te saját élethelyzetedre, hiszen talán ebből merítkezve tudsz a legjobban segíteni, és ebből merítkezve látottél azokat a, az állomásokat, amik ahol segítségre van szükség, vagy amiken változtatni kell. Nagyon fontos kérdés egyébként a család. Kérdése is, mert az már talán egy következő lépés, hogy hogyan viszem közösségbe, és mit fog szólni ott a sok ember, hogyan fognak nézni rám, és befogadják-e a gyermekemet. Viszont amikor találkozik egy házas pár egy ilyen történettel, találkozik egy édesanyja is, találkozik egy édesapa egy ilyen diagnózissal, és aztán el kell mondani a nagyszülőknek, meg kell osztani akár a testvérrel, akkor, akkor azért ott is akadhatnak nehézségek, amit nagyon nehéz megugrani. Ez pontosan így van. Vannak is Magyarországon tréningek, amik tesóknak szólnak, és vannak tréningek nagyszülőknek, talán az egy, egyik legfontosabb súlyosbító tényező, hogyha a szűk környezetünk, a családunk, a, a velünk egy légtérben élő személyek, vagy valóban a nagyszülők, a mi testvéreink, szóval, hogyha ők sem tudnak értő és támogató környezetet biztosítani számunkra, akkor az gyakorlatilag ilyen hitavesztettséghez is vezethet, hogy akkor hogy várjam el mondjuk a barátaimtól azt, hogy én oda mehessek a gyermekemmel hozzájuk, mert mondjuk szeretnénk egy jót nyársalni együtt, vagy hogy hívja őket ide, hogyha mondjuk az én közvetlen családom sem érti meg. És azért nagyon fontos és nagyon megpróbálnám jól értelmezhetővé tenni, hogyha én nem vagyok jól, akkor nem is fogok tudni megküzdeni. Tehát ebben az egészben nem is önzőnek kell lenni, de nagyon-nagyon tudatosan kell figyelni arra is, és gondolkozni azon, hogy én mitől tudnám ezeket megugrani, és nyilván ez legfontosabb a mellettem álló társ, az anyukám, az apukám, az anyósom, az apósom, a tesóm, akik ebben támaszaim tudnak lenni. Neked mi adott erőt ahhoz, hogy tudják küzdeni. Ilyen téren is, hogy nem csak a saját helyzeteteket próbálod navigálni, és a saját gyermeked életét próbálod navigálni, hanem országosan is próbál segíteni. Szerintem legelőször az, az adott nekem erőt, amikor. Marci már kapta a diagnózist, és kerestem sorstárs családokat, akiknek már idősebb gyermekük volt, hogy azt láttam, hogy ők már fáradtak. És azt láttam, hogy ők nem fognak tudni már úgy kiharcolni, mondjuk elmenni egy önkormányzathoz tárgyalni, ami nem csak azt jelenti, hogy fizikailag elmegyek valahány kilométert valahová, hanem, hanem meg kell értenem mondjuk az önkormányzati döntéshozatalnak a rendszerét, azokat a stratégiákat, utakat, ahogyan ezt mondjuk úgy, hogy szakszerűen ki lehet járni vagy kérni. Én azt láttam ezeken a családokon, hogy felőrölte többjüket a saját életük, és én úgy éreztem, hogy addig, amíg erőt érzek magamban, addig én én meg kell, hogy tegyem ezt, hogy nem csak magunkért, hanem értük is teszek valamit, és egyébként közben nagyon sokat lehetett le tanulni abból, ahogyan láttam őket, nagyon sokat lehetett tanulni abból ahogy ők élték a mindennapjaikat, amik, amit ők el tudtak már mesélni, vagy meg tudtak mutatni, hiszen már 20-30 év a hátuk mögött volt. És még egy nagyon-nagyon fontos tényező az volt, hogy mi akkor azt láttuk a szülőtársakkal, hogy valamilyen szociális szolgáltatásnak el kell indulni a lakókörnyezetünkbe, ahol értenek az autizmushoz, és ilyen reménytelennek éreztük, hogy ez majd meg fog történni. És akkor azt gondoltuk, hogy nekünk kell ilyet csinálni, ezért én elmentem szociális munkát tanulni főiskolára, és elmentem a karácsondi, az autista segítő központ karácsondi lakó a vezetőjeként dolgoztam két évet, ahol megismertem a, azokat a magyarországi autizmus specifikus intézményeket, szolgáltatásokat, amit hozzá, hozzám hasonló szülők hoztak létre több mint húsz évvel ezelőtt. És én azt láttam, hogy miközben a saját gyermekükkel ők is teszik a mindennapi dolgokat, valami heroikus munkát tesznek abba bele, hogy olyan intézményeket működtessenek, mind, nagyon komoly nehézségek ellenére, ahol más autista felnőtteknek lehet élete, lakó nappali ellátásokat, és én nem Valahogy úgy éreztem, hogy nem tehetem meg azt, hogy én, én ne csináljak semmit, ha nem csak beburkolózzak a saját kis életembe. Hogyha már én tanultam és megértettem az autizmust, és azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag nincs Magyarországon a családok nagyon nagy százalékának jövőképe, akkor nem tehetem meg azt, hogy ne csináljak semmit, mindaddig, amíg érzek magamban erőt. És... És egyébként ez egy hihetetlen közösség is, ahol uh, nagyon sokan erősítjük egymásban ezt a lelkesedést, hiszen nem csak én vagyok ilyen, nem nagyon sok szülőtársam uh, nagyon sok szülőtársam tűz ki célokat, nagyon sok helyen szerveződnek az országban, ők az osztag szervezetei jellemzően, nagyon jó, jó célokért, és, és, ezek közös célok, mert mindannyian a gyermekeink jövőjét keressük, és ez valahol, valahol egy nagyon jó dolog is, és nagyon fel tudja tölteni az embert, hogy ebben nem vagyunk egyedül, és közösen együtt elérhetünk dolgokat. Viszont volt olyan gondolat a fejedben az évek folyamán, amikor, amikor megkérdezted, hogy miért pont te? Mert biztos vagyok benne, hogy amikor az ember egy nehézséggel találkozik, tényleg legyen az bármilyen nehézség. Lehet az akár pénzügyi, lehet az akár lelki, lehet az párkapcsolati, vagy lehet akár a gyermekével kapcsolatos probléma, ami megváltoztatja az addigi életét. Mert aztán erről is érdemes beszélgetnünk, hogy nem feltétlenül kell a problémának tekinteni, vagy problémának tekinteni az autizmust, hiszen azért lehetőségek vannak ebben is mint mindenben, de hogy mégis amikor az ember élete megváltozik és egy teljesen új irányt kell hogy vegyen, akkor, akkor azért vannak olyan küzdelmes napok, amikor amikor jogosan teszi fel a kérdést. Te feltetted ezt a kérdést, hogy miért pont én? Nekem egy másik kérdésem volt, ami lehet, hogy egy kicsit ilyen misztikusnak tűnik, de ez a valóság volt. Ugye a Marciról már, a, amikor a hasamban volt, akkor lehetett tudni, hogy ő valamilyen genetikai eltéréssel fog születni, de soha semmilyen vizsgálat nem vezetett diagnózishoz. És amikor megszületett, akkor ilyen elég nehéz utakat jártunk be, hogy orvosok fognak rajta segíteni, vagy gyógypedagógusok, vagy fejlesztők, és az egy hosszú út volt, amire határozottan éreztem azt, hogy amitől ő fejlődni fog, azok a fejlesztések, és hiába várom azt, hogy majd kapunk egy gyógyszert, vagy elküldenek egy, nem tudom, minekciókúrára, vagy végeznek egy exakt vizsgálatot, nem tudom, vesznek vért, és megmondanak valamit. Ezt, ezt, meg kellett élni, el kellett jutni oda, hogy belátsa azt, hogy nem fog elmúlni, nem lesz holnapra más. Én, az én időm ma 100 azt kötötte le a figyelmemet, hogy, hogy megtaláljam a választ, és addig én úgy könyveltem el a gyermekemet, hogy ő egy eltérő eltérő fejlődésmenetű, eltérő, és valahogyan ezt meg kell szüntetni, meg kell javítani, nem tudom, szoktunk ilyet mondani, de valóban valami hasonló dolog volt, amitől féltem, és azt hittem, hogy mint egy betegség, ez majd meg fog gyógyulni, csak meg kell találnom, hogy mitől. Természetesen szerettem őt, tehát ez nem arról szó, hogy a szeretetem kevesebb volt, csak valahogyan ilyen felfogásban gondolkodtam róla, és amikor már nagyon sok mindent megpróbáltunk, és nem jött a várva várt akkor egyszer valaki azt mondta nekem, hogy kérdezte tőlem, hogy milyen anyának érzem magam, és én nagyon nagy meggyőződéssel mondtam, hogy hát jónak hiszem, minden percemet azzal töltöm, hogy kitaláljam, hogy mi ez, és mit kell csinálnom. És, és akkor megkérdezte tőlem, hogy miért nem bízok a gyermekemben. Engem ez annyira elgondolkodtatott, azt tanultam pszichológiából, hogy felnőtt korban már nem nagyon vannak ilyen a hajélményeink, csak nagyon-nagyon ritkán. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés az én egész életemet megváltoztatta, mert hogy én abban a pillanatban felismertem, hogy, hogy milyen lehet az én gyermekemnek az, hogy, hogy én nem hiszek benne, hogy ő ilyen, így jött a világra, így vagyunk egymási, így kell szeretnem őt, és én attól a pillanattól kezdve, meg, és ez egy, egy, pillanat volt, tehát ez nem napok, hetek, ez, ez, ilyen teljes fordulat. Megláttam benne, hogy ő mennyit küzd azért, hogy felálljon. Vagy, hogy eljusson egy játékért úgy, hogy ő nem tudott mászni, nem gyakorlatilag az arcán csúszott, és a, a lábával tolta magát, és, teljesen átalakult bennem egyfajta ilyen tisztelet és felelősségi az, hogy nekem mindent meg kell tennem azért, hogy őt támogassam, hogy ő a lehető legjobbat hozza ki saját magából, hogy ő higgyen magába, hogy, hogy képes erre, és innentől kezdve én azt hiszem, nem gondolkoztam ilyesmi, amit kérdeztél, nem volt rá időm. Én, én, onnantól mentem az úton, és azt néztem, hogy mit tudok tenni érte, mit tudok tenni a társadalmat, amikor láttam ezeket az intézményeket, hogy milyen nehézségekkel küzdenek, akkor azt kerestem, hogy mit lehetne tenni értük, hiszen, hiszen ott a példa, a minta attól lehet, hogy én gyermekemnek majd ilyen, amikor felnő, hogy ők már ezt az utat bejárták, és át tudják adni a tapasztalataikat. És talán még az érdekes, hogy egy ponton azt éreztem igazságtalannak, és ezt szoktam egy picit közvetíteni, nem tudom, hogy helyesen-e a szülőtársaim felé is, hogy nem az az út, hogy mi létrehozzuk ezeket az intézményeket. Tehát nem, nem hiszem, hogy azért kaptuk ezt a feladatot, hogy ennek az összes felelősségét mi, vegy, mi vigyük. Az az út, hogy összefogjunk, és, és az az állami gondoskodás, szerepvállalás ami, amit egy jóléti államban a közösség tud nyújtani, nekünk azért kell dolgozni, és ennek része az, hogy megmutassuk magunkat, része az, hogy megismerjenek minket, része az, hogy átadjuk a tudást, hogy milyennek kell annak lenni, és ezen az úton közösen kell menni, mert ha én ezt egyedül mondom, akkor, én fogok maradni a külön szülő, akinek soha semmi nem tetszik, de hogyha együtt csináljuk, akkor talán elhiszik, hogy itt van egy olyan célcsoport, akinek a közös szükségletei mentén valami másra van szüksége. És a, ez nem arról szól, nagyon megértem a szülőtársakat, mert én is végigmentem ezen az úton, nagyon sokáig azt hittem én is, és a, a helyi közösségünk, hogy mi fogunk létrehozni egy ilyen intézményt. Még az is lehet, hogy így lesz. De én nem akarok azzal a tudattal lefeküdni, hogy rajtam, meg az én karitatív vagy ilyen adományszerző tehetségemen múlik az, hogy ez fog-e működni, amikor én már nem tudok gondoskodni a gyermekemről, hanem nem én ennél sokkal ö, nagyobb biztonságot és sokkal fontosabb garanciákat szeretnék látni arra, hogy neki is lehet egy otthona valahol, neki is lehetnek barátai, és ez nem attól függ, hogy én meg tudom-e Tenni, vagy nem, mert az egy kicsit nagy kockázat. Mind a mellett én imádtam karácsondon dolgozni, és nagyon-nagyon szerettem ezek között az emberek között lenni. Talán ezt kihagytam, hogy az is nyomatékosította, hogy egy olyan világba csöppentem, amit én szeretek. Minden nehézségével együtt, de nagyon szeretem, nagyon sokat tanulok autista emberektől, nem csak a azoktól, akik jól tudnak beszélni a mindennapjaikról, hanem azoktól is, akik küzdenek a mindennapjaikkal. Talán életem legszebb két éve volt, és azt hiszem, hogy minden, amit előtte tanultam autizmusról, az ott került a helyére. És én nagyon élveztem azt, hogy begurulok a kapum, és hátrahagyhatok mindent, ami, ami társas interakció, szociális viselkedés, kommunikáció szempontjából egy folyamatos monitorozást jelent, hogy vajon milyen szendékkal mondja most a valaki, mit szeretne tőlem, haragszik nem szeretném túl de én valóban azt éltem meg, hogy autista emberek között lenni, azt fogom kapni, ami van, azt fogják mondani, azt fogom látni, ha elrontottam valamit, annak a következményeit is fogom viselni, és én ezt szerettem, ez, ez egy ilyen. Nekem egy sokkal stresszmentesebb világ volt, és én szeretem a marcival is a mindennapokat, mert valami olyan. Tehát az, amit úgy hívunk, hogy egy másik világ, az nekem azt jelenti, hogy egy teljesen eltérő működés, amit tudok csodálni. Olyan stratégiái vannak, olyan technikái vannak dolgokra, hogy hogy egyszerűen nem tudok nem nevetni egy csomó szó rajta, és nem tudok nem, nem csodálattal gondolni rá. És amikor pedig a, a nehézségekkel küzdünk, mert sokan azt gondolják, hogy nekünk nincsenek, vannak nehézségeink, akkor pedig az a támogató rendszer, amiről én meg sokan tanulunk, az egyrészt egy kihívás, de az annyira, annyira jó érzés, amikor azt érzem, hogy meg tudtuk oldani ketten a marcival ezt is, mert működtek ezek a stratégiák, amiket tanultam, és, és ez biztonságot ad ahhoz, hogy talán tudjuk menedzselni majd a mindennapjainkat. És talán ezért is nem tud az a tűz kihújni bennem, hogy ki kell harcolnunk a gyerekeinknek azt, hogy ezeket minden nap megkapják, hogy ők jól tudjanak lenni, és mi is akkor tudunk jól lenni. Ez annyira... Szerintem annyira, annyira sok embernek a szívéből vagy szívéhez szóltál ezekkel a gondolatokkal, mert hogy tényleg ez az aha élmény, amit te megkaptál, azzal az egy kérdéssel, ez lenne fontos akár társadalmi szinten is, akár az érintettek körében, akár azok számára, akiknek nyitniuk kell, akik számára fontos, hogy megismerjék az autizmus spektrumát, és tudják, hogy miről is szó lesz, hogy hogy, hogy, hogy ténylegesen ne a, meg akarjunk oldani egy problémát, hanem, hanem lássuk meg azt, hogy ők miként működnek, ők hogyan érik a mindennapjaikat, nekik mik okoznak lehetőségeket, és erre reflektálva, ezt támogatva tudjuk az ő útjukat egyengetni, akár szülőként, akár társadalomként, akár különböző intézmények, akár különböző szervezetek tekintetében. És köszönöm szépen, hogy! hogy erre utaltál, vagy erre vezetted ezt a beszélgetést, hogy elkezdtél az értékekről beszélni, mert szerintem egy olyan különleges világ, amiből nagyon-nagyon sokat tanulhatunk ebben a rohanó világunkban, hogy ők képesek megállni, és képesek akár órákon keresztül nézni valaminek a mechanikáját, vagy, vagy, vagy képesek csak egy dologra koncentrálni, és abban tényleg kiemelkedni, mert hogy, hogy ők ki tudják zárni a külvilágot, igaz? Ki tudják zárni. A... Van, akik ki tudják zárni a külvilágot, van, akiknek az nagyon-nagyon zavaró és nagyon kell dolgozni azon, hogy az ne zavarja őket ilyen olyan jelentős mértékben, hogy az ilyen életminőség szempontjából elviselhetetlen legyen. Én, amit nekem adott az autizmus, és hogyha kiemelhetem a saját élményemet, akkor, amikor már nem csak a saját gyerekemet ismertem, hanem sok autista gyermeket, de inkább felnőttet, nekem még az volt nagyon jelentős, ahogy a nők ki tudják emelni a, a sok szociális ingerből talán mondhatom így a lényeget. Az igazán fontos dolgokat. Nem, flu, nem futnak pluszköröket, nem akarom misztifikálni abba, hogyan a, a, azt szoktuk mondani az autizmussal kapcsolatban, hogy milyen tiszta világ, stb. Nem szándékosan tiszta az ő világuk. Egyszerűen azokat a manipulatív dolgokat nem értik, nem hozzák, és nagyon-nagyon, tehát ez azt eredményezi, hogy az igazi értékek maradnak meg. Én például rengeteget változtam azóta. Én nagyon sokat átértékeltem ez alatt, ezek alatt az évek alatt arról, hogy, hogy a másik ember körben mi az értékes, hogy hogyan kell másokkal viselkedni, hogy ne ítélkezzünk, hogy ne reagáljunk le csak úgy dolgokat, amiről ugye sokat beszélünk, de e közöttük ez a véres valóság. Tehát ott nem tud az ember másként működni, meg kell, hogy tanuljuk, és én ezt ezért köszönettel tartozom, azt gondolom az autizmusnak, mint ahogyan köszönettel tartozom egyébként azoknak a szakembereknek is, akik, akiken az múlt, hogy én ezt megértettem, és, és mindig végig ott voltak, és válaszoltak a kérdéseimre, szerintem ez hihetetlen érték Magyarországon. És hát visszatérve az autista emberekre, nagyon-nagyon sok érték van bennük, hogyha meg tudjuk találni azt, hogy ők is jól érezzék magukat a mindennapokba, amivel azért van dolgunk elég erősen, akkor valószínűleg ki tudják bontakoztatni az értékeiket. Én azt sajnálom, hogy ma inkább azt látjuk, és nyilván ennek a hátterében több ok is áll, hogy, hogy nem az értékeket látjuk ma, hanem azt a nehezen tolerálható viselkedést látjuk ma társadalmilag, ami miatt inkább félünk tőlük, elhúzódunk tőlük, és, és ez szerintem most az egyik legnagyobb kihívás, nem csak az OSZ munkájában, hanem minden szülőjébe és szervezetébe, hogy hogyan fogjuk tudni ezt megfordítani, hiszen ez nem az autizmusnak a tünete, ez a következménye annak, hogy ők nagyon nincsenek jól, és, és én nagy, nagy szívfájdalmam, hogy nagyon nehéz a, a társadalmi attitűdben váltani, hogy ne ezt lássák meg az autista emberekbe, és hogy higgyel mindenki, hogyha ha érti őket és jól támogatja, akkor nyilván nem, a, nem arra gondolok, aki szembe jön az utcán, mert ővel egy pillanatig találkozunk, de azok a szolgáltatások, iskolák, szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, hivatalok, ahol dolgunk van, ahonnan nem tudunk kimaradni, ott rendkívül fontos szerintem, hogy, hogy olyan autista szemét látnak-e, akitől félnek, vagy látják azt, hogy amit az előbb említettem, hogy ők értenek hozzá, és tudják irányítani, uralni ezeket a helyzeteket, mert azok a támogatások és tudások a rendelkezésük állnak, amitől mindenki jól van. Ez a támogatás, ez a tudás, ez ez a nyitottság, tehát hogyha valaki nyitott, akkor kaphatja meg ezt a fajta tudást. Arra gondolok, hogy legyen akár egy, egy oktatási intézmény, vagy legyen egy hivatalban dolgozó személy, akinek ügyeket kell intéznie. Számára fontos lenne az a fajta nyitottság, ami alapján mondjuk veletek kapcsolatba tud lépni, vagy akár bármelyik más szervezettel, és meg tudja kapni azokat a megoldási kulcsokat, azt a fajta látásmódot, amivel ti már rendelkeztek, és aminek következtében nem egy, egy olyan embert lát, akitől tartani kell, hanem egy olyan embert lát, akivel közösen meg tudják oldani az éppen adott feladatot. Igen, ebben nagyon igazad van, hogy először is ki kell nyitni. El kell fogadni, meg kell érteni, és akkor tud a tudás valószínűleg beépülni, hogy ha valaki nem hisz ebben, vagy elzárkózik, akkor hiába fogja a szájával azt mondani, és ugye itt jönnek az igazi értékek, hogy hiába mondja azt, hogy de segíts, hogy mit csináljak, nem ott kezdődik, hogy van egy kulcs, és az megoldja, az ott kezdődik, hogy meg kell ismerni, meg kell ismerkedni, és lépésről lépésre haladni. Nyilván nem ugyanazt várjuk mindenkitől a társadalomban, de... Én nem tudok megoldani a marcival egy vérvételt, egyre kevésbé tudok megoldani. Most már, hogy 18 éves, hogyha hatan közre fogjuk őt és lefogjuk. És minden ilyen élményen lesz, csak sokkal rosszabb lesz, súlyosabb lesz, ami oda fog vezetni, hogy egyáltalán nem fogom tudni elvinni orvoshoz. Nagyon sok ilyen megkereséssel jönnek az ahhoz, hogy ott van otthon nagyon betegen, nem szívesen viszi el a mentő, nem tudom, hogy vigyem be, mit csinálja. És ugye, Amiről itt végig beszélgettünk, hogy ilyenkor végképp kiszolgáltatottá válik a család, bezárkóznak. Tehát vannak olyan szereplői az életünknek, akik nem tudják, vagy nem lenne szabad, hogy megusszák azt, hogy valamennyire érteni kell hozzájuk. De ha mondjuk lemegyünk egy játszira, vagy leülünk a parkba, akkor már az is óriási dolog, és egyébként nekünk, a szívünknek, a lelkünknek, a megküzdési stratégiáinknak is nagyon-nagyon fontos, hogy ha az én gyerekem furcsán viselkedik, vagy hangos, akkor megrémülnek -e tőle, vagy kíváncsiak lesznek rá, hogy mi ez, és mit kell gondolni róla, és mondjuk lehet, hogy következő alkalommal már egy kortárs kis barátjával megengedik, hogy megpróbáljanak együtt játszani, nem pedig gyorsan felkapják és elrohannak onnan vele. Ugye nekem ez is egy ilyen veszőporipám, hogy az, és most a spekt teljes spektrumra gondolok, nem csak azokra az autista gyerekekre vagy felnőttekre, akiket én nem szeretem, de úgy hívunk, hogy integrálhatóak, mert mint azt nem szeretem, hogy így dedikáljuk őket, hanem a teljes spektrumra, hogy tanulja meg az én gyermekem, hogy hogy kell egy másik gyerekkel játszani, hogyha sose találkozik tipikusan fejlődő, elméletileg szociális viselkedését tekintve, mintaként szolgáló gyerekekkel, hiszen velük együtt tudná ő is megtanulni azt, hogy nem így kell csinálni, hanem úgy kell csinálni. És még számos dolgot lehetne említeni, hogy, hogy ott a helyzet kellene nekünk, és ehhez kellenek a játszótársak, hogy mondjam így, akik nyitottak erre, és, és felünk együtt dolgoznak ezen. Én például a Marci ő nem beszél, és magasabb támogatási szükségletű, vagy sokkal, tehát nagy mértékben eltér az ő szociális viselkedése a megszokottól, és például velük kapcsolatban az az attitűd, hogy sokkal kevesebb szer gondolunk arra, hogy őket épp közösségbe kellene vinni. Úgy megszoktuk, hogy ők a saját társaikkal vannak együtt, vagy legyenek együtt. És nem arra gondolok, hogy színházba menjen, amit lehet, hogy nem értene, de az, hogy pici időt gyerekekkel most már fiatalokkal, szerintem fontos lenne. Lehet, hogy akkor egy utcai sétálás során nem lenne neki annyira érdekes egy másik vele, egy korú fiatal. Nyilván ott meg hihetetlenül szeretne barátkozni, mert hogy egyébként nem sok lehetősége van erre. Fontos lenne talán megtalálni azokat a találkozási pontokat, azokat a lehetőségeket, amiken keresztül gyakorlatilag mindkét oldal edukálható lenne, mindkét oldal nyitottságát meg lehetne találni, hiszen fontos ugye az érintett családoknak is, hogy tudjanak nyitni, merjenek erről beszélni, merjék megmutatni az életüket, merjenek beavatni másokat, hogy, hogy mik azok azok a nehézségek, amikkel minden nap találkoztok, miben mások, más a ti életetek, és merjenek azok is nyitni, akik viszont a másik oldalon állnak, és kell, hogy befogadják, illetve kellene, hogy befogadják, és egy közösség lehessen gyakorlatilag. Igen, nagyon jó, hogy így fogalmaztál, mert a, ahogyan a beszélgetés elején is beszéltünk róla, mi szülők többnyire sérülést hordozunk. Ha ezt nem dolgozzuk föl, akkor már mint, hogy mi autista gyermeket nevelő szülők, akkor lehet, hogy mi nem jól reagálunk, mert hogy ott van belül, bennünk az, amit elveszített lehet, hogy egy kortás gyermekben vagy családban azt látjuk, amit mi nem kaptunk meg, hogyha még a, a feldolgozásnak bizonyos szakában vagyunk, nem biztos, hogy mi tudjuk megtenni jól az első lépést. Mi, mi abban tudunk jók lenni, hogyha nyitottságra találunk, vagy kezdeményezésre, akkor az, azzal jól sáfárkodjunk, és ne zárkózzunk el, és ne reagáljuk túl semmilyen értelemben pozitívan és negatívan sem, mert szerintem itt az Kulcskérdés. Mert hogyha én elhitetem, hogy az én gyerekem nem is ilyen, mert nem tudok szembenézni ezzel, és két alkalommal később mégis olyan lesz, akkor elveszítettük azt a bizalmat, amivel a másik ö, személy vagy közösség felénk fordult, és ez szerintem nagyon ö, nagyon nehéz, mert hogy mi egy helyzetből jövünk, vagy egy helyzetben vagyunk, itt nagyon-nagyon itt nagy jelentősége van a a körülöttünk lévő közegnek, hogy hogyan tud minket ebben segíteni. Nyilván vannak szülők, akik ezzel jól meg tudnak küzdeni. Na, szóval nagyon sokféle adottságunk van, mindenféle szempontból, vagy, vagy pont nincs. És azt gondolom, hogy a, a többségnek ez nagyon nehéz. Edith, hány olyan magyar család van, akik érintettek hozzávetőlegesen körülbelül lehet ezt tudni? Nagyon-nagyon nehéz számot mondani, ez mindig ilyen flusztráló érzés nekem is, hogy pontosan nem tudom megmondani, az azonban megdöbbentő, hogy amikor az idei világnapra készültünk, akkor azt láttuk, hogy, hogy most már akkor a számokról beszélünk, hogy azt feltételezhetjük, hogy minden iskolai vagy óvodai csoportban van egy autista gyermek, akár tudjuk, akár nem tudjuk, vagy lehet, hogy nem mindegyikben van, de akkor a másikba kettő van. Szóval ilyen nagyságrendről beszélünk, és, és valószínűleg a felnőttek között is közel ugyanennyien vannak, csak nem tudjuk róluk, hogy ez autizmus vagy nem látjuk őket azok ok miatt, az okok miatt, amit mondtál, hogy már rég nem mennek közösségbe. Hm. Tehát egy tényleg egy olyan helyzetről beszélgetünk, amely nagyon sok magyar családot érint, viszont az a fajta kérdéskör, azok a területek, amik téged is mozgattak még az út elején, és amik ugye elindítottak a saját élethelyzetetek jobb átételi, és ugye most már országos szinten az ahhoz elnökeként sok család érdekeit képviseled. Ezekre megoldást nyújthat-e az, amiről beszélgettünk, hogy megtalálni a társadalomban azokat a pontokat, és megtalálni azokat a nyitott embereket, vagy jobban mondva megnyitni az embereket ennek az ügynek, akik által gördülékenyebbé válhatnak a mindennapok, akik által minél több megoldás születik, vagy pedig vannak még olyan területek, a állami szinten, ahol szükség van az együttműködésre, a hatékonyabb együttműködésre. Nagyon kettős érzésem van ezzel kapcsolatban, mert most, ahogyan föltetted a kérdést, nekem, ha behozhatom ide a, a pandémia időszakát, minden nehézségével és negatívumával együtt, én azt gondolom, hogy megmutatta, hogy van az emberekben emberség, mert azelőtt is, hogy jogszabály született volna arra, hogy nekünk nehéz ezeket a korlátozásokat betartani, vagy nehéz maszkot viselni, például egyönt, szinte egyöntetűen a tömegközlekedési vált, vállalatok, a BKK-nak az Első példája, mintája alapján megtették azokat az engedményeket a szabályozások ellenére, hogy belátták, hogy ez nem mindenkinek fog menni, nem mindenkinek fog már holnapra menni. Az ORFK-val szintén nagyon pozitív tapasztalatunk volt. A, ebben az időszakban, mert ők is megértették, hogy ez nem fog úgy menni, hogy, hogy holnapra velünk semmilyen probléma ne, nem lesz, és ugye kenyeret nekünk is kellett venni. Tehát nem, nem lehetett azt csinálni, hogy akkor bezárkózunk, és akkor innentől sehová. Tehát, hogy nagyon sok. Nekem nagyon jó érzés volt látni azt, hogy igazából nagyon sok ember van, nagyon sok felelős döntéshozó és az ő, ő csapatai, akik, akik velünk vannak és értenek. Ugyanakkor az látszódik, hogy rendszer szintű megoldásokhoz. <kül> döntések kellenek, mégis nagyon hosszú út vezet. Én azt gondolom, hogy ott is a legtöbb helyen tapasztalunk nyitottságot, főleg a szociális területen. Ugyanakkor az, hogy egy államtitkári döntéstől az ellátás autizmus szempontból megfelelő színvonalú legyen, nagyon hosszú út vezet, és nagyon sok ember. Tehát ez nem úgy van, hogy valaki fönnel dönti, és akkor a kín, az intézményben van, vagy a szolgáltatásban már is minden az értenek és jól csinálják, az, az egy nagyon-nagyon hosszú út, és ebben haladunk szépen lépésről lépésre, de azt hiszem, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy ez, ez egy nagyobb csoport számára, vagy egy nagyobb létszámú csoport számára jelentsen megoldást, ami viszont azért a jó érzés mellett rossz érzés is, mert aki, akinek most 70 éves az anyukája, annak most 70 éves az anyukája, vagy akinek most daganatos az anyukája, annak most az. És, és amikor már tudja, hogy ő nem fog életben maradni, akkor nincsenek válaszaink számára. Szóval pró és kontra is tudnék sok mindent sorolni. Itt igazából, ami még, még, nehéz, hogy és muszáj erről beszélni, hogy a most működő civil intézményeknek is leginkább fenntartási problémái vannak, ami azt jelenti, hogy ez egy drága szolgáltatás, ehhez több pénz kell, és itt differenciálni kell, és talán ez az egyik legnehezebb út, ami, amiben nem születik olyan gyorsasággal és olyan mértékben döntés, mint ami erre szükség lenne, de a másik pedig az, a, amit itt beszéltünk az, az, emberekről, hogy, hogy hiába dolgozik valahol valamilyen munkakörben valaki, hogy ő nem nyit ki, és nem tanulja meg, és nem tudja föltenni azt a bizonyos autizmus szemüveget, akkor hiába mondjuk arra az szolgáltatásra, hogy az autizmus specifikus, tehát nem egy papír alapján fog eldőlni, hogy ott jól lesz-e valaki, vagy nem. Hát én bízom benne, hogy akár ezzel a beszélgetéssel sok olyan szívet találtunk, amely képes kinyitni és képes felvenni azt az autizmus szemüveget, és meglátni ténylegesen, hogy miben tud segíteni, miben tud támogatást adni ahhoz, hogy azok az életek, azok teljesek legyenek, és gördülékenyen, viszonylag gördülékenyen tudjanak haladni, és megtalálni azokat a lehetőségeket, amikben ki tudnak teljesedni, amivel teljesé tud válni az ő életük. És köszönöm szépen, hogy a saját keresztül megismerhettük az autizmust, megismerhettük akár azokat a szépségeket, azt a különleges világot, amibe te is belecsöppentél arra néhány évre, amíg, el, amiről ugye beszámoltál nekünk, de hát ugye minden napod erről szól, hiszen Marcival folyamatosan éritek a mindennapokat, és, és gyakorlatilag ebben a szépségben részlet lehet, de ugyanúgy azokat a kérdéseket is felvetettük, amik ezt a területet érintik. Kővári Edit az autó Autisták Országos Szövetségének elnöke volt a karcolat mai vendége. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Köszönöm szépen én is. És a hallgatóknak is köszönöm szépen, hogy velünk tartottak ebben az egy órában. Legközelebb két hét múlva találkozunk. Csesznák Anikót hallották.